Júniusban a személyi kölcsönöket keresték leginkább a pénzintézetekben, de a lakáshitelek is közel másfélszeresükre nőttek az előző év júniusához képest. Az utóbbi egy évben összesen mintegy 441 milliárd forintnyi lakáshitelt és 290 milliárdnyi fogyasztási hitelt helyeztek ki a bankok. A legkeresettebb, talán azt mondanám a legdinamikusabb a személyi fogyasztási hiteleknek a növekedése. Az elmúlt év hasonló időszakához képest már több mint 60%-kal több, tehát a két hónapban több mint 60%-kal folyósítottak magasabbat a bankok, mint az előző év két hónapjában, ugyanebben az időszakban. A másik pedig a lakáshitelek természetesen. Ezeknek az oka lehet a reáljövedelem emelkedés, foglalkoztatás növekedés, de amit megjegyeznék, és nem utolsó sorban mondanám, a kamatmérséklődés. A THM, vagyis a teljes hiteldíj mutatók csökkentek. Úgy a lakáshiteleknél, hát több mint 5%-ot mondanám, hogy csökkent a fogyasztási személykölcsönöknek a THM-je. A nemrég alakult Kelet-Takarék elnöke azt mondta a televíziónknak, náluk a személyi kölcsönök állománya nem nőtt jelentősen, inkább a növekedési hitelprogram és a lakáshitel termékeit keresik az ügyfelek. Személyi hitel más néven szabad felhasználású jelzáloghitel, vagy pedig fogyasztási hitel az, amiről igazából beszélhetünk, mindkettő volumene nőtt az elmúlt egy évben. De nem akkora mértékben, mint mondjuk a lakásvásárlási hitelek, illetve egyéb vállalkozói hitelek. Azt látjuk, hogy annak is köszönhetően, hogy alacsonyabbak a kamatlábak mernek jobban hitelhez nyúlni a lakossági ügyfelek is. A Magyar Nemzeti Bank szerint nem kell újabb eladósodástól tartani. A 2013-ban életbe lépett szabályok ugyanis korlátozzák az ügyfél hitelének mértékét az ingatlan értékéhez mérten, illetve a hiteltörlesztést a jövedelem arányához kötik.